Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim! Mindenkit szeretettel üdvözlök! Itt van Máté Lala, és itt van Szilágyi Tamás, jó estét kívánok Fischer Veronikának, szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok Sárának, Emesének, Tímának, már nem vagyok egyedül, több mint 20-an vagyunk, jó estét kívánok Dávidnak, jó estét kívánok Sajom Zsuzsának, természetesen Marián Zsolt barátomnak, remélem, hogy jól van, remélem, hogy a család is jól van, kedves George, azt hiszem Romániából talán, jó estét kívánok Péter, Ilona, András, jó estét kívánok Bakos Sándornak is, szeretettel üdvözlök mindenkit. Két napja nem találkoztunk, és ma is csak jó estét kívánok Csillának, Csabának, Lászlónak. Két napja nem találkoztunk, ma is csak röviden fogunk találkozni, összesen 10 percem lesz, de nem akartam kihagyni. Most nekem az az elve, még hogyha valami közben jön, az élet úgy hozza, és sokszor nekem is közben jön valami, de akkor sem akarlak benneteket cserben hagyni, és akkor is szeretném, hogyha a tanulás folytonos lenne, vagy legyen, úgyhogy ezért még azokat a napokat sem szeretném kihagyni, amikor ezek kicsit rövidebbek, meg majd holnap egy kicsit folytatjuk, vagy holnap folytatjuk, amit ma esetleg nem sikerült befejezni. Jó estét kívánok Évának, Jenőnek, Csillának, Zsuzsának, szeretettel üdvözlöm Emiliát, Veronikát, Anna Máriát, Bécsből, Pál Anna Máriát Bécsből, nemzetközi lett ez a kis tanulókör, mármint ma este is. Jó estét kívánok Lászlónak, Erikának, Lohár Laci barátomnak, Gábornak, szóval 10 percem van ma összesen, ezért most elnézéseteket kérem, de azt gondoltam, még mindig jobb, mint hogyha kimaradna a mai tanulás. Úgyhogy, és kivételesen arra gondoltam, hogy nem a svát hónap 12-ére kezdődött nem régen, hanem most a svát hó 10-ei tanulást fogjuk tanulni, ami szombatra lett volna való, péntek este kellett volna tanuljuk, de hát ugye péntek este nem szoktunk találkozni, meg szombat este is, és akkor egy kicsit bepótolnám azt, ami kimaradt most péntek este. Azt mondja Lubavicsi Rebe, ugye most már hetek óta a Lubavicsi Rebe Jom-Jom Napról Napra című könyvét tanuljuk, és a Svátho 12-ére ma estére a következő tanítást mondja. Az elején van egy két soros bejegyzés, ami kijavít egy a Rebe szerint egy elírást az első Lubavicsi Rebe Tora Or című könyvében. Ezt most átugrom, mert ez számokra talán kevésbé érdekes. Ugyanakkor a következőt mondja, azt mondja, amikor nagymamám, Rivka Rebecen, 1851-ben, 1611-ben 18 éves lett, megbetegedett, és az orvos arra utasította, hogy azonnal ébredés után egyen. Ő azonban nem akart tenni azelőtt, hogy imádkozott volna, elfogom esem, miről van szó, nem akart azelőtt tenni, hogy imádkozott volna, ezért nagyon korán imádkozott, nagyon korán fölkelt, nagyon korán imádkozott, és azután ette meg reggeliét. Mikor az apósa, Cemach Cedek, a harmadik Lubavicsi Rebe ezt meghallotta, azt mondta neki, hogy a Cemach Cedek ezt meghallotta, azt mondta neki, fontos, hogy egy zsidó egészséges és erős legyen, a Tóra azt tartja, hogy a micvák betartásáról, hogy éj általuk, ami azt jelenti, hogy életerőt kell vigyünk a micva cselekedetekbe. Ahhoz pedig, hogy életerőt vigyünk a micvákba, erősnek és vidámnak kell lennünk. Majd így fejezte be, nem szabad étel nélkül maradnod, jobb azért enni, hogy imádkozhassunk, mint sem azért imádkozni, hogy ehessünk. Ezzel megáldotta őt egy hosszú életre, egyébként Rivka Rebecen 1833-ban született, és 1914-ben halt meg, tehát elég hosszú életet élt. Apám az ötödik Rebe a Cemach Cedekről szóló fenti történetet, valakinek egy jehiduton, egy privát audiencián mondta, hozzátéve, hogy mindezt nagyfokú örömmel kell tenni. Ugye, miről van szó? Van egy érdekes történet, egy nagyon szép történet. A harmadik Lubavicsi Rebének a lányáról, amikor 14 éves lett, akkor nagyon beteg lett, és az orvos azt írta elő, hogy rendszeresen és reggel, szóval fontos, hogy rendszeresen étkezzen és rendesen étkezzen, ugye mondani se kell, hogy az 1800-as években ugye az étkezés az nem volt olyan, mint ma, nem volt az átlagos jólét, mint amilyen ma, hogy kinyitja az ember a frigidert és tele van élelmiszerrel, ugye most beszélünk Oroszországról, Fehér Oroszországról az 1800-as évek végében, ez közel sem volt olyan egyszerű, Rivka Rebecen pedig beteg lett, és az orvos azt tanácsolta neki, hogy mindenképpen egyen, de ő nem akar tenni, mielőtt imádkozik. Ugye a halakha, a zsidó vallások azt mondja, mielőtt az ember reggel imádkozik, azelőtt nem szabad enni, maximum vizet inni, hogyha az ember feltétlenül szükséges, de nem szabad
De van, akik megengedik, hogy fekete kávét igyon az ember, de általában ne cukorral és tejjel, mert akkor az tulajdonképpen, mintha víz lenne, vagy teját igyon, de ne cukorral. Szóval, hogy imádkozás alatt nem szoktunk enni, de amikor ezt meghallotta az apja, akkor azt mondta neki, hogy ez nem helyes, mert az embernek erősnek kell lenni az Isten szolgálatban. Ugye a Tóra is úgy fogalmaz, vechájbachem, hogy ezek által, a törvények által éljetek. A Tóra törvényi az élet törvényei, erről korábban beszéltünk, minden micva, minden parancsolat felfüggeszthető az élet védelme érdekében, kivéve ugye három parancsolatot, erről korábban beszéltünk, hogy mi az a három parancsolat, amit tilos megszegni még az embernek akár az élet árán is, de általában a Tóra törvényét meg lehet szegni, pláne az olyan törvényeket, hogy ne együnk imádkozás előtt, ami egy rabbinikus törvény, egyáltalán olyan nőknek nem kötelező imádkozni a zsidó vallásjogban, ők imádkozhatnak, de nem kötelező nekik. A férfiaknak kötelező este, reggel és délután imádkozni, szombatonként este, reggel van egy muszáf, egy extra ima, és délután ima, szombatonként 4 ima van, ünnepekkor is 4 ima van, és összesen Jom Kipur az egyetlen olyan ünnep, amikor 5 darab, 5-ször imádkozunk, de általában az ember 3-szor imádkozik egy nap. A nőknek nem kell imádkozniuk egyáltalán. A hölgyek fel vannak mentve ez alól a kötelezettség alól, nem muszáj imádkozniuk, de ha akarnak, természetesen imádkozhatnak. Sőt, az helyes, hogyha egy asszony is imádkozik, még akkor, vagy egy lány, egy nő, még akkor is, hogyha ezt nem feltétlenül az ima hagyományos keretek között teszi. Tehát nem úgy, mint a férfiak, nem kell elmenni a zsinagógába, nem kell közösségben imádkozni, de valamit imádkozzanak, valamilyen kapcsolatot építsen ki Istennel. Ez a Rebecen, akiről szó volt, Rivka Rebecen, ugye a negyedik generációja a Chabad családoknak, ugye a harmadik rebének a lánya, ő nyilvánvalóan magasabb spirituális és erkölcsi szinten állt, és ő azt mondta, hogy ő akkor is imádkozott, és ő nem szeretett volna imádkozás előtt tenni, mert szerette volna a vallásjogi törvényeket úgy betartani, ahogy azt illik, de az apja ráförmett, és mondta, hogy az életvédelme a Tórában fontosabb, mint az ügybuzgóság, mint a legtöbb parancsolat betartása, pláne kifejezetten, hogyha rabbinikus parancsolatokról van szó. Ezért mondta, hogy egyen, és ne csak, hogy egyen, hanem tegye ezt örömmel, tette hozzá az apja, ne csak, hogy egyen, hanem tegye ezt örömmel. Ugyanis amikor az embernek, amikor a vallásjog azt írja elő, hogy kötelesség nem betartani egy parancsolatot, az ugyanolyan Isten szolgálat, mint amikor az ember akkor tartja be a parancsolatokat, amikor arra lehetőség van. Ugye elmeséltem, korábban már mondtam ezt a történetet, de most elmondom megint, mert nagyon szeretem. Két haszid rebe, Reb Zusa Anipoliból és Rebi Elimelech Lizsenszk városából, két galiciai testvérről van szó, mind a kettő hatalmas nagy rabbi volt, hatalmas nagy tudós, és a cári börtönbe zárták őket, Oroszországban, cári börtönben zárták őket, és bementek a börtöncellába, és talán már meséltem ezt a sztorit, biztos sokaknak már ismerős, és bent voltak a börtöncellába, ugye többet magukkal, és a börtöncellában volt egy bili, cella közepén volt egy bili, amiben ürítettek az emberek, oda végezték a dolgukat, ugye nem volt itt összkomfortos börtönről egyáltalán szó, és jött a délutáni imádság ideje, és az egyik rabbi, nem emlékszem melyik a kettőből, sírva fakadt, hogy itt van a délután imádkozás ideje, és a vallásjog, a halaká tiltja, hogy olyan helyen imádkozzon az ember, ahol kaka van, ahol ürülék van, ahol tisztátalan dolgok van, ahol büdös van, ahol kosz van, ott tilos imádkozni. És elkezdett sírni, hogy el fogja mulasztani az imádkozást. Mire a testvére megnyugtatta, és azt mondta neki, hogy ugyanaz a Shulchan Aruch, ugyanaz a törvénykönyv, ugyanaz a vallásjog, ugyanaz a halaká, ami megtiltja, majd megparancsolja neked, hogy imádkozzál délután, amikor a lehetőséged van, ugyanaz tiltja, hogy akkor imádkozzál, amikor erre nincsen lehetőséged, mert történetesen olyan helyen vagy, ahol kaka van. Tehát az ugyanaz az Isten szolgálat, hogyha az ember beteg, enni Jom Kipurkor, az ugyanolyan fontos, mint azoknak, akik egészségesek, böjtölni Jom Kipurkor. És amikor ezt meghallotta a testvér, aki szomorú volt, akkor az elkezdett örülni, hogy hát akkor is tudok teljesíteni Isten parancsát, most éppen úgy teljesítem Isten parancsát, hogy nem imádkozom. Olyan helyen vagyok, ahol erre nincsen lehetőség, és erre a két testvér táncra perdült örömükben, és elkezdtek dalolni, és meglátták a börtönörök őket, és látták, hogy két szakállas zsidó körbe táncolja
a börtön közepén lévő Billit, és természetesen azt mondták, hogy nehogy már a két zsidó itt örüljön ennek az ürüléknek, hogy fogjuk és kivisszük a cellából. Úgyhogy kivitték a cellából, és akkor már természetesen tudtak imádkozni. A történet lényege az az, ugye ezt covidos időkben, most a covid járvány idején is fontos, hogy tudjuk, hogy amikor azt gondoljuk, hogy jót teszünk azzal például, hogy úgy viselkedünk, ahogy covid nélkül időkben, tudjuk, kell tudnunk azt, hogy most Isten a covidos időkben, most Isten azt gondolja, hogy most éppen azzal szolgáljuk Istent a leginkább, hogyha elővigyázatosak vagyunk covid idején, vigyázunk egymásra, és amikor közösségbe megyünk, akkor is csak ezt nagyon nagy óvatossággal tesszük. Kedves barátaim, ma este bocsánatot kérek, előre szóltam, hogy ez egy ilyen kicsit rövid lesz, ma egy másik elfoglaltságom van, oda kell menjek, de holnap este 8-kor igyekszem bepótolni, várlak benneteket sok szeretettel. Szép estét, jó egészséget mindenkinek!